Bocs, rászólnál a gyerekedre, hogy ne rángassa a zombort. Az nem az én gyerekem, az enyém nem hív a fizikai erőszaknak, ő verbálisan alázza a többit. És akkor ez kinek a gyereke? A férjem első feleségének, a szeretőjének az unokahuga. Ja, ez egy kislány. Most már igen. A bölcsödében tavaly megjelentek az LMBTQ ügynökök. Cindy, kell ne rángasd a zsombort, jó? Add vissza a kabátját és a többi ruháját is, jó? Van. Jézusom, zsombinek azok a szép, nagy, okos szemei. Biztos olyan a... okos és szép. Biztos a férjed az apja? 100%. A Péter mozi gépész, úgyhogy zsombi este 8-kor, majd 10-kor is megszületett. És hol a te gyerek? Ezt megvárom, amíg leesik, mert... És hol a te gyereked? Noelke dolgozik. De hát még csak 2 éves. Igen, de csak ő ért a tabletek feltöréséhez. Az enyém meghekkelte az összes szomszéd telefonját, és azt mondta, hogy ha nem értünk valamit a telefonon, e-mailben kérdezhetjük. Már tud e-mailezni? Igen, az 1 éves húga segített neki. Az én Noelkém meg már autót is vezet, amikor megszületett, ő vitt haza a kórházból. A kórházat az én zsomborom építette. Na, még mindig legóval játszik? Ő nem, ő csak irányít a darabokat, az apja illeszti össze. Nekünk már nincs is legónk. Hogyhogy? Mind darabokra tört, amikor éjjel belelépett Noelke. Igen, hát ők még tele vannak energiával. Igen. Zsombornak olyan ereje van, hogy a múltkor belenyúlt a konnektorba, és a lakásban szénné égett minden készülék. Noel nem erős, csak elhiteti mindenkivel, és jól beparáztatja őket, az emberkéket. Ránézett az orvosra, amire az magának adta be a védőoltást. A zomborka is irányításra született. Vettünk egy konyhaszekrényt az IKEA-ban. Zsombi csak szétszette a csomagolást, a bútor meg összerakta saját magát. A Noelke meg a múltkor előbb ért be a bölcsödébe, mint ahogy én vezettem. Az én Noelem nagyon gyors. Akkor biztos, hogy a férjettől van, ismerem. Noelkének vettünk egy 30 000 darabos puzzle-t, úgy rakta ki 10 perc alatt, hogy a hátoldala volt fölül. A zsombi csak megrázza a dobozt és összerakódik. Tanítjátok már olvasni? Ne hülyeskedj, este ő jön át hozzánk hóna alatt Freud bevezetés a pszichoanalízis című könyvével. Felolvas belőle, majd megkérdezi, hogy égve hagyja nekünk a lámpát, és megy a szobájába dolgozni. Tiétek már olvas? Ha, viccelsz, amikor megszületett, rászólt a szülésznőre, hogy a karszalagján helyesírási hiba van a nevében. És hogy álltok a számolással, zsombika? Hányig tud már számolni? Végig. Tegnap megtalálta a végtelen utolsó számjegyét. És a Noel? A Noel? A minap az apja bepötyögött egy bonyolult szorzást a számológépen, az meg kiírta, hogy én nem tudom, kérdezd meg Noelkét. De most nagy gondban vagyok. Na, mi van? Holnap lesz Noelke eljegyzése. És nem tudom, mit vegyek fel. Hát, hogy megy nálatok a rongyrázás, szerintem hitelt. Hát, gondolom, a zsombi még nem udvarol senkinek. Nem, még idő kell neki, csak 3 hete mondta ki a bíróság a választ. Az a lány mindenéből kiforgatta, vitte az összes plüssállatot és cumit. Szegény zsombi csak minden második hétvégén láthatja majd a gyereket. Zsombikának már gyereke is van? Persze, nem tudtad, a második házasságából. Hát igen, nagyon nőnek ezek a gyerekek. Igen, a tiétek hány centi? Nem tudom, mert csak a derekáig ér a mérőszallag. Zsombikát is csak úgy tudta megmérni a védőnő, hogy hívni kellett a katasztrófavédelmet az emelőkoszorán zsarúval.
Noelkének meg holnap lesz a szülinapja. Igen, és mit kap? 3D puzzle-t kap, az Eiffel-tornyot lehet belőle összerakni. Remélem ide ér vele holnapig a futár. Rá lehet nézni online, hogy hol jár a csomag. Igen, ránéztem, de még bontják Párizsban. Mi idén nem veszünk semmi zsombi születésnapjára. Na, hogy? Hát most ezért utazunk ki hozzá Milánóba? Ja, hogy ő már ott él? Igen, ott kapott munkát. Noelke, mit dolgozik? Semmit. Ilyen jó nyugdíj mellett, ugye? Na jó van, én megyek. Na, hát hová siátsz? Ez a kis nyűves már megint bekakírt. Várja életem, jön anya, kicseréli a pelúst.